Mi lehet Izraelnek a válasza? Egy dologban lehetünk biztosak, hogy válaszolni fog. Tehát a múltkori áprilisi forgatókönyvet alapul véve, Izrael tesz valamilyen lépést, amire Irán erőszakosan reagál, amire Izrael válaszol valamilyen módon. Folyamatosan friss tartalmainkért iratkozzanak fel a csatornánkra. Szeretettel köszöntöm a Mandiner nézőit és hallgatóit, ez itt a Stratéga, a házigazdával Póce Istvánnal, és a heti vendégével Sonkuti Bálinttal, biztonságpolitikai szakértővel. Szervusz, szeretettel köszöntelek, és köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást. Szervusz, köszöntöm a nézőket, hallgatókat, és köszönöm szépen a lehetőséget. Nézőknek, hallgatóknak szerintem elárulhatjuk a nagy titkot, hogy a beszélgetésünk kiinduló pontja az, hogy hát az oka lényegében a Bálintnak egy új könyve, amiről szeretnék részesen is beszélgetni a műsornak a második részében, mert hogy amire nem számítottunk, az az, hogy itt hát mondjuk úgy, hogy a könyv is aktuális, de még ennél is aktuálisabb történések sora van. Egyrésztről az ukrajnai háborúban, másrészt a Közel-Keleten. Kezdjük először szerintem akkor a Közel-Kelettel, mert ott azért az elmúlt napokban, hetekben eléggé felforrósodott a helyzet. A múlt héten mi ott hagytuk abba ennek a műsornak a keretében, hogy Robert C. Castellel, hogy történt ugye egy lépés Izraelnek a részéről a Liban irányába, nagyon határozott, hogy megindították a szárazföldi akciót, majd nem számítva arra, hogy utána másnap is beszélgetnünk kellett, hogy Irán egy nagy támadást indított Izraellel szemben. És azóta, majd nem azt mondanám, hogy csend van, majd nem igaz, mert Izrael már egy komolyabb akcióba kezdett bele Gázában is, Libanonban is, Cisjordániában is, de mégis ez az akció, vagy ezek az akciók még nem azok az akciók, amire hát sokan várnak, számítanak, találgatnak, hogy mi lesz Izraelnek a válasza arra a 200, közel 200 rakétára, 180 körüli rakétára, amit Irán indított meg Izraellel szemben. Mi lehet Izraelnek a válasza? Azért kitűnő a kérdés, mert semmi arra utaló jel nincs, hogy Izrael hogy fog válaszolni. Egy dologban lehetünk biztosak, hogy válaszolni fog. Tehát a múltkori áprilisi forgatókönyvet alapul véve, Izrael tesz valamilyen lépést, amire Irán erőszakosan reagál, amire Izrael válaszol valamilyen módon. És az igazán komoly vita azon folyik, hogy ez mi szolgálna leginkább Izrael érdekeit, és egy olyan emberként, aki alapvetően nem kedveli, bár ez a szakmám, de hát értető okokból, emberiségi okokból nem szeretem a háborús konfliktusokat, abban reménykedem, hogy minél kisebb ellencsapás történik, és ezzel is kevésbé provokálva esetleg egy nagyobb konfliktusnak a megindulását. Hogyha egy hasonló precíziós csapásra válaszol Izrael, mint áprilisba, egy nagyon jól védett, rendkívül érzékeny, de nagyon kicsi civil jelentőséggel bíró célpontot támad, vagy akár többet, akkor szerintem elkerülhető az eszkaláció. Ha nem, akkor Iránnak válaszolnia kell ebben a helyzetben, tehát valami olyasmi támadás, amely akár a nukleáris létesítményeket éri, akár az olajinfrastruktúrát, vagy ne adj Isten, arról is van szóltak, hogy a vízműhálózatot támadna Izrael. Ennek azért nagyon komoly hatása lenne az iráni társadalomra, amit az iráni vezetés nem hagyhat figyelmen kívül. De most is egy spirálban vagyunk, ha lehet ezt spirálnak, vagy legalábbis eszkalációs spirálnak nevezni. Méghozzá azért, mert ugye azzal, hogy Irán lépett és kilépett gyakorlatilag az árnyékból, azzal, hogy nem most, még ugye a korábbi rakétatámadás megindította közvetlenül Izraellel szemben, az azt jelenti, hogy ő onnantól kezdve pontosan Irán, az iráni vezetők már egyértelműen nem azt mondják, hogy akkor egy proxy háborút vívnak a Hamászon meg a Hezbollán keresztül Izraellel, hanem ők, mint Irán, már egy egyértelmű háborút, egy valóságos nyílt háborút, vagy kvázi nyílt háborút vívnak, még hogyha nem is mondjuk ezt ki, de Izraellel szemben. Ebben az esetben, ugye mondtad, hogy Izrael válaszolni fog. Ha válaszolni fog, akkor Irán is válaszolni fog. Ha Irán válaszol, Izrael is válaszolni fog. Tehát, hogy van ennek vége? Igen, azért nagyon fontos, hogy Izrael hogy válaszol. Tehát a múltkori támadás, amelynek során emlékeim szerint egy repülőteret védő, modern és komplex légvédelmi rendszer a radarral együtt semmisült meg, az egy olyan tűszúrásnál nagyobb, de az iráni közvélemény számára letagadható és nem annyira fontos célpont volt, amelyből a katonai vezetők értették, hogy itt kvázi Izrael azt csinál az iráni légtérben, amit akar. Másrészt pedig a lakosság számára nem volt egy akkora jelentősége, hogy bármilyen nyomást fejtsen ki az iráni vezetésre, illetve ezáltal az iráni vezetés sem érezte a nyomást, hogy valamit lépnie kelljen.
Most egy hasonló támadás, ami mondjuk most mondok valami abszurdat, mondjuk az iráni forradalmi gárdának a rakétakutató központját semmisíti meg este, amikor nincs benn sok ember, hanem egy-két éjjel érőn kívül nem nagyon hal meg valaki egy támadásba, de mondjuk földig rombolják a létesítményt, az egy-két-három éves késtelmet okozhat ebben a fejlesztésében az irániaknak. Viszont azt lehet mondani, hogy olyan célpontot ért támadás, ahol nem voltak se civil veszteségek, se túl jelentős károkat nem okozott, ezt nyilván le lehet tagadni kívülről. Na most ebben az esetben nincs arra mondjuk így késztetése, nincs nyomás az iráni vezetésen abból a szempontból, hogy cselekedjen. Ha valami durvább történik, és akár a nukleáris program miatti támadás Iránnak, olajlétesítményeket, vagy mondjuk nehogy Isten a vízhálózatot, akkor arra nem reagálhat másképp az iráni kormányzat, csak egy eszkalációval. De ez már ez a második támadás is egy eszkaláció volt, tehát ezt ennek a fényébe kell értelmezni. Többször mondtad azt, hogy amit letagadhatnak egy olyan támadás, vagy egy olyan támadási eredmény. Miért ennyire fontos letagadni, vagy egy ilyen információs háborút vívni, hogy akkor mi történt, mi nem történt? Mert a korábbi iráni támadásnál, ugye Izraelnek a válaszreakciójánál, és a mostani iráni támadásnál is van egy vita arról, hogy most akkor mi történt. Az irániak ugye azt mondták, ha jól emlékszem a számra, hogy 20 darab F-35-ös igen. Vadászgépet megsemmisítettek ebben a támadásban. Az izraeliek meg azt mondják, hogy egy darabot sem semmisítettek meg, hanem itt-ott becsapódott a bázisok körül rakéták, de igazából valós kárt nem okoztak. Egyrészt meg tudjuk-e mondani, hogy mi történt? Ez az egyszerűbb kérdés idézőjelben. A bonyolult kérdés, vagy hát lehet, hogy mégis az egyszerűbb, de a kérdés második fel akkor inkább így fogalmazok, az, hogy miért ilyen fontos ez a verseny, hogy most akkor letagadjuk, elismerjük, ráfogjuk, stb. A közel-keleti logika teljesen másképp működik, mint amit mi megszoktunk, és mi, amit a történelmi és egyéb hagyományainkból logikusnak tartunk. Robert C. Castell mondta pont egyébként, ha már szóba került, hogy mi is beduinok vagyunk, csak atombombával. Tehát, hogy ennek azért nagyon fontos üzenete van mind a két részének ennek az állításnak. Az egyik az, hogy a logika az ugyanaz izraeli szempontból is, mint arab, illetve perzsa szempontból, tehát erősnek kell mutatkoznod. És a iráni közvetlen támadás, ahogy fogalmazták, kijött az árnyékból, azt is az váltotta ki, hogy olyan szinten volt nyomás alatt a több szövetséges, hogy valamit lépnie kellett. Tehát ebből a szempontból is Iránnak, hogyha egy olyan választ kap, amely nem letagadható, akkor lépnie kell. Ugye ezért bízom az izraeli vezetőknek a bölcsességében, hogy egy olyan lépést tesznek, viszont válaszom, mert egyrészt övék az utolsó szó, ami nagyon fontos ebbe a halálos táncba. Másrészt viszont az iráni vezetés le tudja tagadni alkalmatlan akár a saját közvéleménye, akár a külvilág előtt, mert akkor nincs lépés kényszerben. Tehát ezt a fajta ilyen táncot jó lenne, ha az izraeli vezetés úgy játszana, ez a szerény és személyes kérésem, hogy ne legyen belőle súlyos konfliktus, mert abban az esetben beindulnak azok a folyamatok, amik alkalmattán egy regionális háborúhoz vezetnek, illetve mondjuk egy gazdasági válsághoz is akár, hiszen az irániaknak megvan a képessége arra, hogy lezárják a hormuzi szorost. A buborékokról beszélünk, van egy nyilván egy izraeli buborék, meg van egy iráni buborék is. Nyilván ezt sokszor el szoktuk mondani, az Európában mi is buborékban élünk, de a mi buborékunkból akkor fogalmazunk így, meg tudjuk-e mondani, hogy például a vadászgépekkel mi történt? Nem. Igen, erre a kérdésre nem válaszoltam az előbb. Nem tudjuk megmondani. Tehát azok a felvételek, amik eljutnak a közvéleményhez, az első része az egyértelműen és primitív módon manipulált volt. Nincs kizárva, hogy a másik része, amelyik a másik oldalon érkezik, az sokkal kifinomultabb módszerekkel van manipulálva, és ezek a számok, azt láttuk az orosz-ukrán háborúban is, a tényleges veszteségek szigorúan titkosak, hétpecsétes titkok. Tehát itt is mindenki azt hiszel, amit el akar hinni, amit egyértelműen ki lehet jelenteni, hogy több rakéta becsapódott valahova relatív Tel Avivhoz közel, de mondjuk írtam is erről, és el kell, hogy mondjam, amikor 2013-ban a repülőnap tervezésében, illetve szervezésében közreműködtem, akkor a repülőtér akkori parancsnokának volt egy ilyen, hát mondjuk feltétele mondjuk így, azt mondta, hogy ha valaki hozzányúl a fűhöz, az személyesen fogja megcsapkodni, nem ezeket a szavakat használtam, mert hogyha a fű megsérül, és alul a homok, ugye a Kecskemét térségében is alapvetően homok van alatta, azért akár egy méter mélység alatt már mindenképpen homok van,
akkor az rendkívül komoly gondokat tud egy repülőtéren okozni. Tehát, hogy lehet az, hogy komoly károkat okozni úgy is egyébként, hogy az alkalmattán nem csapódott be semmilyen érzékeny területen, hanem konkrétan felszakította a fűtakarót, nem tudom, hogy az izraeli repülőtérnek milyen a talaja egyébként. A képek szerint sivatagos, de azt is lehet döngölni, hogy a por ne szálljon, az egyik legnagyobb ellenség a modern kifinomult eszközöknek a repülőpor. Tehát, hogyha ezeket ezt a homokfelületet is megbolygatta, és elkezdett terengeni a sivatagi por, az már önmagában okozhat károkat. Tehát itt a károkozás mértékére akarok utalni, hogy mi jelent problémát. Ugye az F-16-osok felszállása előtt leszokták söpörni a felszálló pályát, hogy semmit ne tudjon beszippantani a hajtómű beömlő nyílása. Tehát, hogy itt azért vannak olyan fajta ilyen nüansznak tűnő, de azért tényleges üzemeltetési problémákat jelentő kérdések, amik mellett azért nem lehet elmenni. Mennyivel egyszerűbb lenne, hogyha ilyen Photoshop háborút vívnának egymásra, és nem lövöldöznének valójában, csak a képeket küldözgetnék, és akkor egymás meg nyilván a külső szereplőket szórakoztatnák ezzel, de hát nem ez történik, és olyannyira nem ez történik, hogy elkezdtek hírek terjedni arról, hogy a következő lépcsőfok az egy nukleáris lépcsőfok lehet ebben a vetekedésben, versengésben. Most nem úgy, hogy egyik vagy másik fél atombombát dob egyből egymásra. Ugye Izraelről lehet tudni, hogy egy kvázi atomhatalom. Soha nem ismert el, de tulajdonképpen mindenki tudja, hogy atomfegyverekkel rendelkezik. Innen ebből a szempontból egy más utat járt és jár, mert többször került már közel ahhoz, hogy atomhatalom legyen, de hát ezt értő okokból sem Izrael, sem pedig a nyugati országok nem szeretnék megnyitni az atomklubot Irán számára. Voltak ezzel kapcsolatban, ugye korábban titkosszolgálati erőfeszítések, talán a Stuxnet-re, hogyha visszatekintünk, meg voltak ugye ezzel kapcsolatban diplomáciai erőfeszítések is, sikerült ugye most már több körben atommalkut elérni, annak érdekében, hogy Irán ne rendelkezzen atomfegyverrel. Most mégis arról szólnak a hírek, hogy a következő lépés az lehet, hogy Irán befejezi, és akár rövid távon, rövid időn belül befejezi az atombomba fejlesztését, és egy nukleáris robbantással tudathatja a világgal, hogy ha akartátok, ha nem, mi beléptünk a klubba. Igen, itt nagyon sok szó esik az iráni atomprogramról, és hát egyébként az atomfegyverek a orosz-ukrán háborúval kapcsolatban is elő szoktak kerülni. Ott az a része a történetnek, hogy mi kell pontosan egy atomfegyver, ez nem szokott kérdés lenni, mert hát mindenki tudja, hogy az Oroszország, mint Szovjetunió örököse rendelkezik az elszükséges feltételekkel. Irán esetében azért bonyolultabb a helyzet, hogy az első és legfontosabb egy atomfegyverhez a megfelelő szintre dúsított hasadóanyag, aztán kell összehozni egy olyan eszközt, ami képes a láncreakciót beindítani, és kell egy hordozó eszköz, ami képes az egészet eljutatni megfelelő távolságba. Most Irán esetében a hordozó eszközről nincs vita, hiszen komoly balisztikus rakéta programmal rendelkezik, tehát ilyen eszköze van. A viszonylag egyszerű, pláne egy olyan országnak, mint Irán, magasabb szintre dúsított hasadóanyagot is beszerezni, de nem akkora mennyiségben, hogy abból több tucatnyi atomfegyvert, atomrobbanófejet lehessen gyártani, és utána már, ha megvan ez a tudás, és az egy országnak van atomprogramja, akkor a maga a robbanóeszköz elkészítése sem túl bonyolult azért, de ezt is kell tesztelni, hogy ez megfelelő hatékonysága működjön. Na most az a mondjuk egy rengés, amit észleltek a hírek szerint a Közel-Keleten, az egy nagy erejű robbanás volt a föld alatt. Igen, most egy friss hír a nézők, hallgatók kedvére, mondjuk, hogy hétfőn beszélgetünk, és ahogy Bálint megérkezett, ő hívta fel a figyelmet, meg a figyelmünket arra, hogy megjelent a Telegramon, ugye? Telegram egyik csatornán, igen. Egy hír arról, hogy egy rengés történt, amiből arra lehet következtetni, és a csatorna szerint, hogy Irán elkövetett valamilyen nagy hatófokú eszköznek a felrobbantását, nyilván itt ugye atombombára gondolnak. Igen, csak a háttér érdekében mondtam. Igen, köszönöm szépen. Ugye nagyon fontos, hogy Észak-Korea is csinált hasonló robbantásokat, de ott több arra utaló jel volt, hogy hagyományos robbananyagot robbantottak fel a föld alatt, kvázi eljátszottak egy atomrobbanást, de hát azért voltak arra utaló jelek, hogy ez nem egy atomrobbanás volt, vagy nem is kell teljesen az atomrobbanás, mert több kisebb robbanás állt össze egy nagyjá. Itt viszont egyértelműen egy nagy robbanásról van szó, amely nem földrengés volt, nem volt utórengés, stb. Tehát vannak arra utaló jelek, hogy egy atomrobbanást hajtottak végre, vagy atomrobbantást hajtottak végre valahol Iránban, a sivatagban. Na most, ami igazából fontos, hozzá... Még nem erősítette meg eddigi információink szerint komoly nemzetközi szervezet, vagy akár az Egyesült Államok, vagy más országok, nyilván ezt még a beszélgetésünk pillanatában várjuk. Mindenesetre érdekes maga az, hogy már nem csak elvi szinten beszélgetünk ennek az eshetőségéről, hanem már gyakorlati szinten is felmerült, legalábbis ugye a Telegramon, hogy itt bizony már nem csak hogy lehet valamikor majd, hanem már az adott Telegram csatorna szerint, amit nyer
hivatkozok is, de azt Middle East Spectator. Köszönöm szépen. Szerintük ez már meg is történt. Igen, ez azért, számomra azért jelent egyfajta reális esélyt arra, hogy Irán atomhatalommá vált, mert már nyáron voltak arról szóló hírek, hogy rendelkeznek ezzel a képességgel. Tehát már 2-3 hónappal ezelőtt fölrepentek arról hírek, hogy megfelelő mennyiségű hasadóanyag és a megfelelő mennyiségű tudás is a birtokukban van. Tehát innentől kezdve az, hogy szokták mondani, hogy egy hír nem hír, ezt meg kell erősíteni, és ez a két hír számomra már elegendő ahhoz, hogy a gyanúval éljek. Nyilván nem érte azt, hogy ez egyértelmű, hiszen meg kell várni a hivatalos beismerését, vagy a bejelentését ennek a ténynek, de már a gyanúra elég ez a történet, hogy ez a képesség rendelkezésre áll. Az igazi nagy kérdés az, hogy 1-2-3 robbanófejjel semmit nem lehet csinálni. Tehát, hogy mikor jut Irán 15-20, tehát körülbelül 1,5-2 tucat robbanófejhez, ami már egy atomhatalomnak a feltétele, hogy valaki ezzel rendelkezzen. Tehát egy atomfegyver nem atomfegyver? Nem, mert a hordozóeszközöt le lehet lőni, besülhet, elromolhat, stb. Tehát egy tényleges atomcsapás végrehajtásához legalább 10 eszköz kell indítani, és akkor abból jó eséllyel 2-3 eléri a célpontot, és akkor azt már lehet atomcsapásnak nevezni. De ehhez, ugye atomcsapás hajtsanak végre, szükség van ugye a hordozóeszközre, ahogy fogalmaztál. Ez Iránnak jelenleg rendelkezésére áll? Ugye korábban a rakétaprogramról is lehetett beszélni, mert nyilván az egy dolog, hogy felrobbantanak valahol Iránban egy atombombát, mert sikerült összerakni éppen a kis túlzással a sufniban, mert nyilván nem így működik. De mondom, azért az egy más sztori, hogy azt célba is kell juttatni. Igen, hát ezért fontos a robbanó eszköznek, tehát azért mondtam, hogy hasadóanyag, robbanó eszköz és maga a rakéta, mert ennek a robbanó eszköznek, ennek ki kell bírnia azokat a sok hatásokat, a hőmérséklet ingadozást, amivel egy ilyen balisztikus rakéta pályája jár. Tehát innentől kezdve, hogy ez megtörténik, és több tucat ilyen, vagy tucatnyi, 1,5-2 tucatnyi eszköz rendelkezésre áll Iránban, onnantól kezdve óvatosnak kell lennie mindenkinek, a saját maguknak is egyébként. Ez azt jelenti, hogy akár Európát is elérhetik? Lehet a cél? Hát a fegyverek már most elérik egyébként, csak hát mondjuk az európai légvédelmi rendszer köztük az amerikai patriotok azért alkalmasak balisztikus fegyvereknek az elhárítására, és amikor az európai első patriotok megérkeztek, akkor pont ez volt a hivatalos indoka a rendszerbátó államoknak, hogy azért lesznek ilyeneket, mert Irán rendelkezik rakétaprogrammal, ami ellen elegek ezek az eszközök. Ez egy tömeges orosz rakétacsapás kivédésére nem elég egyébként, még az összes európai patriot sem tegyük hozzá, nagy részük már Ukrajnába harcol. Tehát, hogy innentől kezdve azért, hogy van egy szűk keresztmetszet, de arra, hogy az Iránból érkező fenyegetést elhajtsa, arra tökéletesen elég. Akkor figyelnünk kell, úgy látszik az eseményeket, hogy egyrészt, hogy lesz-e valamilyen beismerés vagy megerősítés ezzel a hírrel kapcsolatban, másrészt meg az, hogy hova a hat merre fele halad ez az iráni atomprogram, mert hát nyilván az egész közel-keleti helyzet. De ha már Ukrajnát szóba hoztad, akkor azért de menjünk el még a könyv előtt, ami egyébként szintén az orosz-ukrán háborúról szól, a mostani aktualitások mellett, és azért itt van bőven aktualitás, ha már fegyverek, ha már eszközök, akkor szóba került egyrésztről az elmúlt napokban, hogy a hollandok tesznek egy lépést, egy nagy lépést, hogy vadászgépeket, F-16-os, ha jól emlékszem, adnak át Ukrajnának. Van ennek a hírnek jelentősége, vagy inkább ilyen PR jelentősége van? Emlékeim szerint Ukrajnának Hollandia 44 és Dánia 24 vadászgépet ígért, meg nem határozott időpontba. Alapvető szűk keresztmetszet ezen a területen a földi kiszolgáló személyzet és a pilótaállomány. Ne felejtsük el, hogy az első alkalom, amikor a hírek szerint bevetették az F-16-osokat, az ukrán F-16-os pilóta programnak az arca, akit egyébként nyilvánosságra is hoztak, tehát azt jelenti, hogy nagyon komoly védelmet kapott, az lezuhant bevetés közben. Most pontosan mi történt, azt nem tudjuk. A lényeg az, hogy innentől kezdve olyan túl sok pilótája Ukrajnának nincs. Hírek szerint, ugye nem tudjuk, hogy pontosan mi történik, de hát egy ilyen szituációban joggal gondoltunk arra, hogy nincs túl sok pilóta. Én azt a lehetőséget azért nem zárom ki, hogy zsoldosok üljenek, leszerelt F-16-os pilóták üljenek ezeknek a gépeknek a pilótafülkéjébe. Ugye a légiforgalmazás nyelve... Ez más országok pilótáit érted? Igen, leszerelt NATO pilótákat alapvetően. Egyéni vállalkozók. Hát mondjuk szabadúszó egyéni vállalkozók, nyilván engedéllyel és támogatással. És azt mindig elmondom, hogy ne felejtsük el, hogy a 70-es évek elején, 60-as évek végén az észak-vietnámi légierő vezénylési nyelve az orosz volt, nyilván nem véletlenül. Tehát, hogy itt, hogyha hirtelen angolul kezdenek el vezényelni, és angol akcentussal válaszolnak, akkor nem szabad meglepődni, és akárki akármit mond, megint csak visszautalnék egy 50 évvel ezelőtti példára, az sem lenne egy túlzott eszkaláció. Tehát innentől kezdve nem is annyira a pilótáknak a száma, hanem a gépeknek és az általuk hozott fegyverzetnek a mennyisége az, ami kérdés. Ugye ebben az esetben valószínűleg légvédelmi célokra vetnék be őket, ott az a szűk keresztmetszet az ukrán fegyveres erőknek.
Ugye Volodymyr Zelenszky nemrég Washingtonban járt, és mindenféle tárgyalás folytatott ugye a jelenlegi elnökkel, meg az elnök jelöltekkel is. És egy ígérettel, és nem is kevés pénzzel távozott, egyrésztről Joe Biden részéről, meg az amerikai kormányzat részéről, azzal az ígérettel, hogy azt hiszem, jól emlékszem, újabb 8 milliárd dollár, ha jól emlékszem a számra, igen, 8,1. Kap Ukrajna támogatásként, amivel, ha jól értettem az interpretációkat, akkor valójában a Biden adminisztráció biztosítani szeretné az elnök választásig, meg az új elnöknek a hatalomba kerüléséig, akár azutánig is Ukrajnának a támogatását, hogy ne függjön úgymond az elnök választástól ez a kérdés, hanem az elnök választástól függetlenül Ukrajna elegendő pénzzel, elegendő eszközzel legyen ellátva ahhoz, hogy ezt a háborút tudja vívni Oroszországgal szemben. Ugye itt a kérdés az, hogy ez a 8,1 milliárd, ez most tényleg csak egy ilyen áthidaló támogatás, és hogy itt az amerikaiak hogyan gondolkodnak erről, mert mintha úgy tűnne, vagy inkább úgy fogom, hogy tűnhet úgy, hogy itt most mindenki a november 5-éig tervez, és mindenki azt várja, akkor mi lesz majd az amerikai elnökválasztáson, és majd utána meg majd kitaláljuk Ukrajnát. Hát az alapvető probléma, hogy az amerikai Egyesült Államok vezetésének sincs világos ukrajna stratégia, és ez volt az, amit egyébként több republikánus képviselő, emlékeim szerint Mike Johnson kongresszusi házelnök is számon kért a Biden adminisztrációt, hogy mi a cél. Tehát nyilvánosan azt el kell mondani, hogy pláne ennyi pénzt áldoznak rá. Egyébként, ha már ennyi pénzről beszélünk, ez a 8,1 milliárd dollár, ez a 61 milliárdnak egy részlete, hogy most az utolsó részlete, az utolsó előtti, vagy az előtti, azt nem tudjuk pontosan megmondani, de hírek szerint ez oda tartozik, tehát nem egy új forrásról van szó, hanem ezek már korábban megszavaztak. Még egy dolgot, de nem egy kis összeg. Hát nem egy kis összeg azért, igen, 3,2. Szemmel látható. Szemmel látható összeg, ezek a Holdról is látszik, úgyhogy mindenképpen ugye megint az a kérdés, hogy mit tud az USA adni. Tehát nagyon sok mindenről beszéltek, de ha azt nézzük, hogy a Patriot rakéták gyártási üteme körülbelül olyan 600 darabnál tarthat most évente, és mondjuk Oroszország évente 1000 fölötti olyan célpontot lő ki Ukrajnára, amire rá kéne indítani nem egy, hanem kettő Patriot rakétát, akkor látszik az, hogy ott azért van egy elég szűk keresztmetszet. Ugye, kicsit még visszatérve az elnök jelöltekre, a Trump elnök megmondta, hogy nem szeretne Zelenszkijel találkozni, különösen elég durván beavatkozott egy csatatér államnak a választásába azzal, hogy elment egy filadelfiai, azt hiszem Philadelphia vagy Pennsylvania, nem tudom, valamelyik P betűs államba, elment egy üzembe az ottani demokrata kormányzóval. És aztán valahogy rávették. Véletlenül úgy alakult, hogy csak demokraták voltak, igen. Igen, és aztán valahogy rávették Trumpnak, hogy találkozzon Zelenszkijel. Na most erre elég Trumposan reagált, azzal kezdte a sajtótájékoztatót, hogy egyébként nekem baromi jó kapcsolatban van a Putyin elnökkel. Na most ennél nagyobb mélyütés bevinni se lehet egyébként. Amire Zelenszkij úgy válaszolt, hogy hát a miénk majd még jobb lesz. Mire mit válaszol Trump? Hát a tangóhoz két ember kell. Tehát itt azért egy elég komoly szócsatát látunk ebből a szempontból, de tény az, hogy az elnökválasztás nagyon komolyan meg fogja határozni a háború kimenetelét. Ugye az előző kérdésem arról szólt, hogy most eddig ezt várják-e, hogy akkor mi fog történni, de addig gondolom az ukránok sem tétlengenek, tehát nem állnak és várnak, hanem most kaptak pénzt, kaptak eszközöket, vagy hát ugye fontosan kapják ezeket az eszközöket, a ígéret szintje legalábbis mindenképpen, és akkor folytatják a háborút az oroszokkal, és ugye úgy tűnik, hogy próbálnak gyakorlatilag jelen helyzetben, ha jól értem, akkor a kitartani, meg a frontvonalakat megmerevíteni ott, ahol van, hogy nem mozduljon senki sehova, ami azt jelenti, az oroszok benn vannak Ukrajna területén, de az ukránok benn vannak Oroszország területén is. És Vlagyimir Putyin adott egy október 1-i határidőt, ha jól emlékszem, még korábban, hogy addig kell kisöpörni az ukránokat. Igen. Hát, és akkor mi történt? Tehát, hogy... Megindult a támadás, amit az ukránok további erők bevetésére lelassítottak, viszont odáig jutottak, hogy az egyik elit alakulatnak számító 72. gépestett dandárt, azt konkrétan ott veszett Ugledárba, és hogy ne kelljen Zelenszkijnek a washingtoni látogatását azzal szembesülni, hogy rossz hírek jönnek a frontról, konkrétan beáldozták a teljes dandárt. A parancsnoka megtagadta, hogy teljesítse a parancsokat, ezért leváltották. A hírek szerint az a zászló, a 7 zászlójából az egyik zászlójaparancsnok meg öngyilkos lett, amikor szembesült az, hogy egyetlen egy embere nem maradt, aki tudna harcolni. Tehát ezek lehet, hogy hírek, lehet, hogy meg nem erősített hírek, az tény, hogy leváltották a parancsnokot, nem tudom, hogy miért, valószínűleg tényleg így lehet, hogy egy harcoló alakulatnak a parancsnoka, az szó szerint élhal az embereiért. És azt a bekerítésben lévő város, azt katonailag nem volt értelme tartani. Annak volt értelme politikailag, hogy ne kelljen ezzel tájékoztatni az amerikaiakat, de fölteszem a kérdést, hogy a nem túl nagy létszámú ukrán elit alakulatok egyikét egy ilyen politikai célra beáldozni, az mennyire szolgálja a nagy ukrán háborús erőfeszítést. Azt mondod, hogy az ukránok, ha jól értem, az álláspontot szerint egy komoly
veszteséget szenvedtek el, de azért a PR szempontból mindenképpen. És próbálják ezt elkerülni, ez nyilvánvaló ilyen. De az oroszok is elszenvedtek egy PR veszteséget, ha Putyin ennyire megígérte ezt, nem? Tehát, hogy, és mégsem sikerült végrehajtani. Nyilvánvaló, csak hát ebben a háborúban az orosz vezetés bizonyos szempontból katonai elsősorban hibát hibára halmoz. Tehát itt azért nem lehet elmenni amellett, hogy Gerasimov tábornok élőadásban mondta azt, emlékeim szerint augusztus 8-a, 9-a magasságában, hogy visszaverték az ukránokat, miközben mindenki tudta, hogy ukránok éppen erről a nyomulásban van a Kurszknál. Tehát itt azért van egyfajta olyan kommunikációs stratégia is az orosz félnél, amely mintha nem foglalkozna azzal, hogy itt milyen hibákat követel, mert a lakosság többsége úgy is támogatja a különleges katonai műveletnek nevezett háborút, jelentős változást nem várható a fronton ezektől a hibáktól, és időnként nekik is kell nagyokat és jókat mondani, és akkor belemennek ebbe a játékba, hogy vagy sikerül, vagy nem. A Zelenszky, és ugye nyilván egyébként az ukrán vezetés, és beleértve egyébként nyilván a parlamentet is, de hogy átalakították, végeredményben elfogadták a kormánynak az átalakítását. Korábban voltak már mozgások, a politikai mozgások is, meg voltak katonai mozgások katonai vezetők között is. Az a kép, amit most látunk, ez stabil kép? Tehát, hogy most a katonai vezetés is stabil, meg a politikai vezetés is stabil, vagy ez egy ilyen percről percre változó történet? Ez azért egy kitűnő kérdés, mert tudnám, akkor valószínűleg nem itt ülnék. Lehet, hogy nem is ülnék egyáltalán. Az a gond, hogy az ukrán vezetés egy olyan, mint egy fekete doboz. Tehát látjuk, hogy nagyjából mi megy be, meg látjuk, hogy mi jön ki, de hogy a kettő között milyen folyamatok zajlanak, arról semmilyen hír nincs, tegyük hozzá, egy háborúban ez így is van jól. Az ukrán Forbes írt arról, hogy tegyük hozzá, hogy itt azért érdekes, mert a Forbesnak tudjuk, hogy milyen háttere van, arról, hogy állítólag a teljes katonai vezetést le akarják cserélni, a sok szempontból teljesen önjáró Kirill Budanov katonai titkosszolgálati vezetőtől kezdve egészen Rustem Umerov védelmi miniszteren át Szirszky tábornokig, a vezérkar főnökéig. És akkor a cikk végigvesz, hogy azért ezeket nem olyan egyszerű végrehajtani, bár a hírek szerint Umerov lecserélte Budanov két helyettesítő megkérdezése nélkül. Tehát itt azért vannak olyan lépések, amiket nehéz értelmezni. Ugye Szirszkyt szinte lehetetlen lenne pótolni, mert még egy ilyen tudású és befolyású embert nehéz lenne előrántani. Ugye Budanov magának tartotta fönn a hírek szerint a dróncsapatoknak az irányítását, ami azért sok szempontból hiányzik az ukrán fegyveres erőkből, amire Szirszky amúgy nagyon hajlandó. Tehát itt azért nagyon sok olyan történetet sorol föl a Forbes cikke, ami akár igaz is lehet. Úgyhogy innentől kezdve, hogyha egy ilyen jelentős változás a kormányátalakítás után egy ilyen jelentős változás megtörténik a katonai vezetésben is, akkor azért joggal érünk a gyanúperre, hogy valami nincs rendben. Valami nincs rendben, vagy pedig nem elég hatékony valami? Valami nagyon nincs rendben. Tehát nem elég hatékony, ugye pont amikor mondtad az átadott fegyvereket, akkor azon morfondíroztam, de inkább most mondom el, hogy az, hogy amit kapnak, az a veszteség pótlására elég, vagy plusz képességet nyújt, azt nem fogjuk soha megtudni. De nekem van egy olyan hátsó érzésem, hogy sokkal inkább arról van szó, hogy most már a veszteségeket is nehezen pótolják az amerikaiak. Egész egyszerűen olyan elhúzódott ez a háború. Elhúzódott ez a háború, és ugye ahogy utaltam rá, egy könyvet is írtál erről. Ugye korábban már beszélgettünk egy másik könyvet kapcsán, most kifejezetten az első posztmodern háború ezzel a címmel jelent most meg ez a könyv. Ugye az alcím az orosz-ukrán háború katonai biztonság politikai tanulságai. Még benne vagyunk ebben a háborúban, de ezért most már elég úgy, időben is úgy eléggé benne vagyunk ebben a háborúban. Látom, hogy mondjuk úgy, hogy azért sikerült bőven tanulságokat levonni ezzel kapcsolatban, vagy ezzel összefüggésben. Mégis azt mondtad, ha jól látom, hogy a könyvet lapozgattam, olvasgattam, azért arra a következtetésre jutottam, hogy a stratégiai megállapításokat, stratégiai irányokat próbálod meg azonosítani. Mégis úgy fogalmazta nemrég egy pár perccel ezelőtt, hogy nem látni az amerikai stratégiát emögött. Akkor mégis van egy háború. Mégis az amerikaiak támogatnak egy háborút, Európa támogat egy háborút. Mi a stratégia? Az oroszok stratégiát azt nagyjából ismerjük, bármilyen fel lehet majd rebeníteni. Az ukránok stratégia egyértelmű, be akarják védeni a saját országukat. Na de az európai meg az amerikai stratégia micsoda? Hát erről majd a másik kötetbe kéne írni valószínűleg. Egyébként lesz másik kötet, mert nyilván na, tessék akkor. Ez lemaradt a hosszú címe, lemaradt, hogy első kötet. Gyakorlatilag európai stratégia nincs. Az egy, mert az, hogy mindent adjunk oda, az nem egy stratégia. Tehát az, hogy mit akarunk elérni, milyen eszközöket. A stratégia az a rendelkezésre álló eszközök, a kijelölt célok és ezeknek az eléréséről szól. Hát itt az Európai Unióban ilyeneket nem nagyon szoktunk látni.
azon kívül, hogy tönkreteszik az Európai Unió gazdaságát, de ebben most nem menjünk bele. Az amerikai stratégia, a demokraták nyilvánvalóan az volt, hogy minél több fegyvert adunk Ukrajnának, annál jobban gyengítik az oroszokat, akik majd nem tudnak Kínának segíteni, hogyha nagy háború kirobban. Ezt is mondjuk vitatható álláspont. Én inkább a könyvírás akkor azt igyekeztem górcső alá venni, hogy mit lehet kívülről látni. Mi az, amit egy többé-kevésbé elfoglalatlan szemlélő és vállaltan többször bíráltam az ukránoknak a magyar kisebbséghez való irányultságát, amiért meg is kaptam az orosz baráti jelzőt egyébként, de inkább azt mondom, hogy magyar szempontból hogy néz ki ez a háború. És hajtott egyfajta olyan vágy is, hogy nagyon sokat beszélnek róla olyan emberek, akik alkalmat, amik sorkatonák sem voltak. Tehát egy picit a laikus közönség, a társadalom érdeklődő részét tájékoztani, hogy ez hogy néz ki belülről, hogy milyen olyan szempontok vannak, amik miután nem az ő szaktörtök, nem is jut az eszükbe. Tehát mindig ezt tudtam mondani, hogy nem vagyok túl jó kézügyességgel, nem rendelkezem, és mondjuk a villanykörtét még kitom sem, de ennél több dolgot nem tudok megcsinálni, éppen ezért nem is beszélek róla. Szóval nagyon sokszor előfordul az ember, hogy ezzel a témával találkozik társaságban, hogy valami olyan tudás kört átadni, olyan információkat átadni, amik azért helyek közel igazoltnak tekinthetők. Meg azért az ember, hogyha jár kell beszélgetni, ez az a kérdés, mert mindenkinek nagyon határozott véleménye van. És ez a nagyobbik probléma, igen, hogy mindenkinek van egy nagyon határozott véleménye, úgyhogy biztos vagyok abban, hogy és meg is kaptam már akár a Facebook oldalomon, akár találkozókon, akár személyesen, hogy nem támogatom az orosz narratívát, hogy nem támogatom az ukrán narratívát, akkor mit gondolok én? Hát ezt próbáltam leírni, hogy mit gondolok én. Mit gondolsz te? És hát van egy fejezet, ami nekem különösen szemet szúrt. Ez pedig úgy szól, hogy a háború első felének haditechnikai érdekességei. Ugye akik ismerünk, tudjuk, hogy élsz-halsz a haditechnikai kérdésekért. Na és itt adódna a kérdés, hogy ha jól emlékszem, akkor a háború elején szerintem veled is, de másokkal biztosan beszélgettünk arról, hogy tulajdonképpen ez egy ilyen second hand háború, mindenki megpróbálja gyorsan a raktáron lévő fegyvereit kiselejtezni, és akkor ezeket a fegyvereket elhasználni, meg elégetni ebben a háborúban, hogy ne kelljen ezeket szétszerelni, meg felrobbantani, meg stb. Ne kelljen ezeket kezelni. Tehát ne egy ilyen hulladékkezelés induljon, hanem egy ilyen speciális hulladékkezelés irányába indították el ezt a dolgot, ami utólag nevetünk rajta, de valójában inkább szomorú. Így van. Innen indulva jutottunk el odáig, hogy mondhatjuk, hogy csúcs technika, amit, vagy közel csúcs technika, amiket most használnak, vagy bevetnek, vagy ez még mindig nem a csúcs technika? Ez a csúcs technika oda-vissza. Ugye a háború elején volt egyfajta olyan irányultság, hogy megérkeznek a nyugati csodafegyverek, és azok majd jól morsatantják a muszkákat, és akkor megoldódik Ukrajna problémája. Ugye egyik volt a Bayraktar, aztán volt a HIMARS, aztán nem is tudom, mik voltak még, amik így jöttek ilyen eszközök, és aztán sorra derült ki, hogy a háborúnak a nagyon durva valósága teljesen más. Most eljutottunk odáig, hogy a háborúban tényleg a csúcstechnikát vetik be. Ugye a HIMARS-szel kapcsolatban pont tegnap jött ki egy ilyen hír, jól emlékszem, amerikai forrásból ráadásul, hogy a HIMARS hatékonysága a tizedére esett vissza az orosz elektronikai zavarásnak köszönhetően. És az a precíziós csodafegyver, ami korábban eddig tényleg precíziós csodafegyver volt, az most már egyre kevésbé képes eltalálni a célpontját, olyan szintű az orosz elektronikai hadviselés. Tehát ezek a dolgok, ezeket igyekeztem nyilván a háború időtartam, illetve terjedelmi korlátok miatt a háború elejére vonatkoztatva beleírni, hogy itt volt egy ilyen csodavárás a technikával kapcsolatban, és a háború bebizonyította, hogy a haditechnikában nincsenek csodák, hanem egymásra ható oldalak vannak, amik aztán szépen lassan versenyeznek egymással. Tehát akkor nem a haditechnika az, ezek szerint, ami eldönti ezt a háborút. Nem, a háború isten a nagyobb zászlóaljakat kedveli az ősi mondás szerint, tehát a rendelkezésre álló erőforrások fogják eldönteni ezt a háborút is, mint a legtöbb háborút a történelemben. Erőforrás alatt emberi erőforrást értesz, vagy emberi és egyéb más eszközi erőforrás? Emberi, hadikapacitási, szövetségesi támogatási, kitartási, társadalmi támogatási, sok minden más is. Ugye van egy, ami számomra különösen izgalmas fejezet, az nemzetközi kapcsolatok és a tovább távolabbi hatások, ezt a címet viseli az utolsó fejezete, akkor ezek szerint az első résznek, így szerintem mondhatjuk, hogy akkor várjuk a második részt. És van egy nagyon jó fejezet cím, egy nagyon jó kérdés, a cui prodest. Kinek az érdeke, ugye, hogyha jól fordítom a latin nyelvű. Emlékeim szerint ez az utolsó egyébként. Igen, tehát ott van benne, ott a végén. Kinek az érdeke, ami történik? Mert az elején nagyon sokat szételemeztük azt, hogy az oroszok miért csinálták, amit csináltak. Az ukránok nyilván egyértelmű azért csinálják, mert a saját hazájukat védik, ott teljesen világos az álláspontjuk, teljesen világos a testtartásuk. Viszont ami azóta történik, az kinek az érdeke? Mert hogy az ukránoknak nyilván látjuk, hogy nem, tehát ők továbbra is szeretnék azt, hogy az oroszokat kiszorítsák, stb. Ebből a történetből. Az oroszok esetében viszont már felmerül az érdekkérdés,
hogy nem tudták végigvinni, és ott a könyvednek az elején érinted is ezt, hogy egy világgyors hadművet akartak csinálni, nem tudták végigvinni, nem tudták elérni a céljaikat, mégis fenntartják ezt a háborút, és ugye a másik oldalon ott van a nyugat, amely szintén mégis fenntartja ezt a háborút. Akkor most csak így várják, hogy előbb utóbb valaki megunja ezt a háborúskodást, és valaki azt mondja, majd fiúk, most már hagyjuk már abba, vagy pedig egyik-másik oldalon is érdekek, valós érdekek húzódnak meg. Az orosz motivációt azt több szempontból mi is érintettük, már több helyen is előkerül, hogy itt valamiért egzisztenciális kérdésnek ítélték meg egy független, akár NATO tag Ukrajna létét, tehát ezért hűnt meg a támadás. Ukrajna ugye egy agresszív állzataként a szabadságért, a függetlenségért harcol, a döntési jogkereért. A nyugat számára szerintem ez ideológiai küzdelem, és engem az lep meg, hogy ezt az egész küzdelmet egy ilyen elfogultsággal, ilyen vehemenciával emelték egy nyugat számára is egzisztenciális küzdelemé, különösen úgy, hogy aztán nem tesznek sokat érte. Tehát nagyon sok pénzt kap Ukrajna, de hogyha a nyugat komolyan gondolná azt, amit mond, akkor tényleg mindent oda kéne adni. Tehát ebbe például egyetértek Zelenszky elnökkel, emlékszem, jelent meg egy cikkpont a Madridon, hogy meglepően sok dologba értek egy Zelenszky elnökkel egyébként, hogy a nyugat komolyan gondolta Ukrajna megvédést, akkor miért nem adott oda mindent nekik, amiket most nagy könyvés után odaad. Tehát, hogyha tényleg az a célja a nyugatnak, hogy megvédje Ukrajnát az orosz agressziótól, akkor már régessége ezeknek az eszköznek meg kellene érkezniük, az F-16-osoktól kezdve mindennek. Ha pedig más a célja, akkor meg szégyelje magát, mert ilyen cinikusan nem lehet oda dobni egy nemzetet. Na most nekem két dolog van, ami a nyugattal kapcsolatban, ha már a cui prodest felmerült, zavar. Az egyik az az, hogy érzek egyfajta ilyen teszetoszaságot, aminek nem tudom mi az oka, mert a európai része a nyugatnak az olyan vehemenciával támadja Vladimir Putyint, hogy általában a adott vallásokban a legfőbb gonoszt szokták támadni. Ezt úgy helyek közel meg lehet érteni, elfogadni nehezebb, de logikailag lehet vezetni. Az Egyesült Államoknál merül fel az a kérdés, amit egyébként ugye a republikánusok föltettek a demokraták, hogy na de nekünk mi az érdekünk ebbe? Nyilván volt egy készletkísérlés, a helyi háború mindig alkalmas erre, Korea, Vietnám, stb. Ez meg új technikákat lehet kipróbálni, stb. De az csak egy hozadéka, sose az a cél. Tehát itt valamilyen konkrét politikai célnak lennie kellett volna, ami mondjuk amerikai össznemzeti érdek. És ezzel vannak bajban a demokraták, hogy ezt nem tudják meghatározni, mai napig nem tudták megmondani, hogy mi ez. És az oroszok részéről a célok, meg az érdekek változtak, vagy változhattak? Vagy most már ez csak most egy egyszerű presztízs kérdés. Belementek, nem sikerült, fenntartjuk. Azért jó ez a kérdés, mert ugye nem tudjuk, hogy mik a pontosan az orosz célok. Tehát a nácitlanítás, és nem tudom mi a másik, amit szoktak emlegetni, ezek olyan homályos célok, hogy erre bármit rá lehet kenni. Jó, nyilván az Azov, meg a Kraken, meg a többi ilyen különleges műveleti alakulat azért bőven használ náci szimbólumokat, de ez Ukrajna egészére ez nem jellemző. Tehát akárki akármit mond, se az ukrán lakosság, se az ukrán hadsereg jelentős, ez nem náci. Ez egy politikai kommunikáció volt az oroszok részéről. Ez egy politikai kommunikáció, ami alá bármit be lehet érteni. Tehát Stjepan Bandera sem volt náci egyébként, bár tényleg támogatta a nácikat, de utána szembefordult velük. De bocsánat, mondhatták volna azt, hogy tegyük fel, nem tudjuk, hogy mit jelent számukra a nácitlanítás, de bejelentik, hogy sikerült nácitlanítani Ukrajnát. Kész, kivonulunk, ezt megtehették volna, nem? Abban az esetben elérnek, tehát abban az esetben a Zelenszky kormányzat lemond, vagy megbuktatják, hogy valami, akkor igen. Tehát egyértelműen az látszik, hogy ez a cél, ez a Zelenszky kormányzathoz kapcsolódik, de hogy pontosan mennyire azt nem tudjuk, hogy csak a Zelenszky kormányzatot akarják eltávolítani, a jelenlegi politikai diskurzust akarják megszüntetni Ukrajnában, megint hozzáteszem Stjepan Banderával, meg egy-két olyan emberrel, akinek azért van egy picit foltos a múltja, vagy teljesen át akarják ezt alakítani, és az egész lakosságból ki akarják az ezzel kapcsolatos érzéseket írtani, az akármilyen brutálisan is hangzik. Tehát, hogy itt egy nagyon-nagyon érdekes helyzet áll, mert nem tudjuk, hogy pontosan mik az orosz célok, inkább következtetni tudunk rájuk abból, amilyen lépéseket tesznek. És az látszik, hogy a nyugat viszont mondjuk úgy, hogy megerősítette az állásait Ukrajnában, nem? Tehát, hogy mármint, hogy most a társadalmi szempontot, hogyha felhoztuk elfogadottság, a nyugatnak, nyugathoz való tartozásnak az érzése, meg a nyugati támogatásnak a fontossága, ezek azért jobban belekerültek az ukrán közbeszédbe, tehát gyakorlatilag szinte teljesen kiszorították, ábbis a közbeszédből, meg a közéletből az oroszokkal mondjuk baráti vagy barátibb hangukat megütő oldalakat, meg szereplőket. Ez teljes mértékben így történt, de gondoljuk bele, hogy ott volt 56 októberre, és november elejéig tartottak a küzdelmek, és aztán május 1-én 1 millió ember vonult ki a felvonulási térre, akiknek a jelentős része nem kényszerből ment ki. Megfelelési kényszer akkor? Hát azért nem mennék bele az ukrán népléleknek az elemzésében, mert egyrészt nem ismerem eléggé.
másrészt pedig azért közvetett információk vannak csak róla. Én nekem van egy olyan érzésem, és ez nem más, mint egy megérzés az információk, az olvasott információk alapján, hogy van ebben egy nagy adag dac. Ugye nyilván abban is, hogy a Szovjetunió, és erről írok is a könyvben, hogy a Szovjetunió örököseként fellépő Oroszország Got azzal lehet hergelni, hogyha a főellenséget, a nácikat testesítjük meg, vagy a nácikat dicsőítjük valamilyen szempontból. Tehát ettől kezdve egészen van a formálódó ukrán nemzettudatig egy lépés, amiben az ős ellenség most fogalmazódik meg, stb. Tehát itt egy nagyon összetett folyamatot látunk szerintem, amiben nagy részt az a hit van, és az a remény van, hogy ők ezt a háborút a saját szempontjaik szerint meg tudják nyerni. Az első posztmodern háború, ez a könyvnek a címe. És akkor hát reméljük, hogy nem lesz második posztmodern háború, de a beszélgetésünk első fel nem biztos, hogy ebbe az irányba hajtotta az eseményeket. Hát egy dolgot tudunk mondani, amit mindig el szoktam mondani, hogy követni fogjuk az eseményeket, és elemezni fogjuk, és hát nyilván várunk majd vissza. Somkuti Bálint, köszönöm szépen. Köszönöm szépen. És a kedves nézők, hallgatók még ne kapcsoljanak el, ugyanis most mi Amerikába fogunk kapcsolni, Kis Rajmund lesz majd velünk, és elmondja az amerikai elnökválasztással kapcsolatos legfrissebb, legérdekesebb információkat, részleteket, azonnal folytatjuk. És akkor, ahogy ígértem, folytatódik a Stratéga, méghozzá az amerikai elnökválasztási külön kiadással, ahogyan megszokhatták, állandó vendégünkkel, Kis Rajmunddal, az MCC diplomáciai műhelyének a vezetőjével. Szervusz, szeretettel köszöntelek, remélem, hogy hallasz és látsz bennünket, egy pillanatra elbizonytalanodtam. István, köszönöm szépen a mai lehetőséget is, látlak is, hallak és szeretettel köszöntöm a Mandiner Stratéga hallgatóit és nézőit. Ez remek, a nézők, hallgatók kedvéért mondom, hogy nem kis küzdelmet folytattunk a technikával, hogy összejöjjön, de összejött, és a stabil a kapcsolat, úgyhogy bízom benne, hogy az egész beszélgetésünk alatt stabil lesz. Kezdjük is akkor bele méghozzá az alelnök jelölti vitával. Mert hogy megtörtént a vita, és olyan interpretációkat lehetett itt olvasni egyrésztről Magyarországon, de másrésztről Európában és az európai portálokon, hogy tulajdonképpen Trumpnak az alelnök jelöltje visszahozta Trumpnak az esélyeit az elnökválasztás tekintetében, mert hogy annyira nem szerepelt annyira kiemelkedően jól Donald Trump a korábbi vitában, viszont annyira kiemelkedően jól szerepelt Vance a mostani vitában. Mit láttál, mik voltak a tapasztalatok, mik voltak a visszhangok az Egyesült Államokban? Szó szerint, amit te mondtál, de természetesen megnéztem a vitát éjszaka, sőt, utána még egyszer megnéztem. Az Ohio-i 40 éves szenátor, aki Donald Trump elnök jelölt, alelnök jelöltje, azt mondtam korábban, hogy számára az élő kamerák és a műsor olyan, mint a focilabda Szoboszlai Dominik számára. Nem csak szereti, de tudja használni. Korábban a CNN-nek volt az egyik legismertebb politikai kommentátora. Ez egy tévés műfaj Nixon és Kennedy óta. Azt mondanám, hogy a rádióban lett volna, akkor is nyert volna. De egy 40 éves fiatal, a jélen jogot végzett, ciklámen nyakkendőben világítókék szemekkel, még a kamera is szereti. Tehát ennyire lehetünk őszinték, ismered ezt a szakterületet. Emellett természetesen fontos a tartalom. Fontos a tartalom, nagyon egyszerű számon kérni az alelnök jelöltet, a Minnesota-i kormányzót, hogy olyan szép terveitek vannak. Azt mondta az elnök jelölt, a jelenlegi alelnök, hogy a középosztálynak milyen jó lesz, a munkásoknak milyen jó lesz, de akkor most miért nem? Tehát 3,5 év a Fehérházban vagy, akkor miért nem csináltátok meg? Miért nem csináltad meg? Ti ígérgettek, miközben Donald Trump, amikor elnök volt, akkor a vényköteles gyógyszerektől a tojásig minden olcsóbb volt, nem volt a Közel-Keleten óriási háborús konfliktus, nem volt orosz-ukrán konfliktus, nem volt 40-szer annyiba nem került mondjuk, vagy 4-szer annyiba az üzemanyag, a migráció borzalmas problémát jelent, tehát nem most ígérjetek, mint demokraták, hanem ma tessék megerősíteni a határt. Egyébként pedig a Minnesota-i kormányzóról azért tudni kell, hogy egy tanító bácsi, egy fociedző volt,
nem a komfortzónája az élő stúdió, főleg ekkora téttel, rugott egy pár kapufát. Aki sokat beszél, tévedhet, elszóhatja magát, lehet, hogy én is majd, nem tudom, hibázok, de mondjuk az első mondatban összekeverte Izraelt Iránnal, nem szerencsés. És utána még, és lehetett érezni az elején, hogy nagyon izgul. Én is izgulhatok, viszont ő az Egyesült Államok alelnöke szeretne lenni. Vance pedig megszólította, kedves volt. A legszebb politika történeti szempontból, hogy két úriember beszélgetett egymással. Ilyen jó hangulatú vitát az elmúlt évtizedekben nem lehetett hallani. Vance, Ohio-i szenátor, Trumpnak az alelnök jelöltje, Timnek szólította, a moderátoroknak pedig mondta, hogy tudod Nóra, tudod Margaret, te ismered ezt a szakterületet, profi volt. Emellett persze a tartalom is megvolt, de tudta kezelni a helyzetet. Egy közvetlen, halk, elegáns, baráti hangulatot alakított ki. A végén kezet fogott vele. Azt mondta, hogy bárki nyerhet, Tim, nyugodtan hívjál fel, ha szükséged van a tanács. Nem volt személyeskedés. Teljesen más vita volt, mint akár a 2020-as, 2024-es Biden-Trump vita, vagy a Trump-Kamala Harris vita. Semmilyen személyeskedés nem volt. Amit nagyon fontos még elmondanom, azért a CBS sem egy Fox News, hogy nem lejtett a pálya annyira a demokrata jelöltnek. Én tudtam volna olyat kérdezni, te meg főleg, hogy még kellemetlenebb helyzetbe hoztam, de ő ezt megoldotta, néha ő saját maga hozta magát kellemetlen helyzetbe, több kérdésben is. A legfontosabb témák természetesen a gazdaság volt. Migráció, a kettőnek az összefüggése, egészségügy, fegyvertartás és abortusz. Ahogy utaltam rá, ugye Trumpnak a kampánya most kapott egy újabb lendületet, és hát mintha Trump is kapott volna egy újabb lendületet, mert hogy elment, vagy pontosabban visszament Butlerbe, ahol a támadás, ugye az első, egészen konkrétan, hogy most már kettő merénylet kísérletről beszélünk, de az első merénylet kísérlet történt ellene, ahol ugye eltalálták a fülét, de nem sérült meg súlyosabban. És ott tartott egy újabb választási nagygyűlést, és ezen a nagygyűlésen volt különleges vendég is, hogyha jól értesültem, jól értesültünk. Sőt, több is, sőt, nagyon szerencsések a hallgatóim, mert személyesen ott voltam. Szombat reggel mentünk a kollégákkal, tegnap este érkeztünk vissza Pennsylvaniából. Ez nem egy kampányrendezvény volt. Tehát ott volt a hősi haláthal tűzoltónak a családja, aki a saját testével mentette meg a gyermekét és a feleségét. Ott volt a világ jelenleg leggazdagabb embere, Elon Musk, szerintem rá gondoltál. De ott volt egyébként Trumpnak a legidősebb fia is. Igazából én azt gondolom, hogy ez egy emlékezés volt, és minden amerikainak és minden amerikai választópolgárnak azt üzente Trump, szó szerint idézem, harcolj, 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 és soha ne add fel. Afelett a zászló alatt állt, ahol július 13-án 18 óra 12 perckor eltalálta a golyó, azon a színpadon. Tehát sok mindent el lehet mondani Trumpról, az, hogy nem bátor, példát szeretett volna mutatni. És több nagyon megható jelenet volt. Ebben az időpontban, 18 óra 12-kor több tízezer ember Trumppal együtt elénekelte az Ave Mariát. Tehát egy kampányrendezvényen azért nincs ilyen. Tehát az az ember, akit majdnem meghaltott, visszament, hogy bemutassa, hogy túlélő, hogy nem adjuk fel, amerikaiak vagyunk, megyünk tovább. Lehetnek nehéz napjaink, lehetnek kellemetlen pillanataink, de megyünk tovább, mert ez a sorsunk. Én azt gondolom, hogy a szombati Butlerben tartott rendezvénynek ez volt az egyik, ez volt a legfontosabb oka. Mondom a többit. Butler egyébként egy 13 ezeres város, míg az amerikaiak sem ismerik. Több
mezőgazdasági jármű van, mint személyautó. De ne felejtsük el, hogy melyik államban van. Butler, Pennsylvániában. Nagyon sok amerikai és külföldi szakértő, még nálam is sokkal okosabbak, az elmúlt két hétben azt mondták, hogy nem Michiganben, nem Nevadában fog eldőlni, aki behúzza, mint billegő államot, vagy csatatér államnak is hívjuk Pennsylvániát, 2025. januárban beköltözik a Fehérházba. Tehát kettős jelentőséggel bírt ez az esemény, de hangsúlyozom, egy abszolút nem tipikus kampány rendezvény volt az első pillanattól kezdve, hiszen tényleg ott állt, ahol majdnem meghalt. Pennsylvániáról tudni kell, hogy amikor a sikertelen merénylet történt, és utána volt az országos republikánus konvenció, akkor 10%-kal vezetett az akkori elnök jelölt, a jelenlegi elnök Joe Biden ellen. Kettő héttel ezelőtt az egyesített, összesített statisztikák szerint Kamala Harris vezetett Pennsylvániában. A mai napon Trump vezet 1%-kal. Ráadásul Pennsylvániában olyan iparákban dolgoznak 500 000-an, amit a demokrata Kamala Harris és Biden adminisztráció ellehetetlenített. Nem véletlenül kérdeztem Elon Muskot, méghozzá azért kérdeztem, mert Trump esetében azért kevesebb olyan sztára, vagy világsztára, vagy nagyon ismert emberről lehet beszámolni, mint amennyien a demokrata jelölt mellett, nyilván bármelyik demokrata jelölt is most már hagyományosan felsorakoznak. Van jelentősége ennek, hogy ki vagy kik állnak egyik vagy másik szereplő mellé? Ugye emlékszünk itt az elmúlt hetekből elég komoly csörtékre azzal kapcsolatban, hogy egyik vagy másik, akár zeneszerző, akár hollywoodi híresség kinyilvánította az álláspontját. Óriási jelentősége van. De egyik leghíresebb énekesnő a világon, amikor azt mondta, hogy Kamala Harris fogja, Taylor Swiftről beszélek, 300 000-re regisztráltak, mint új demokrata szavazó. Úgy, hogy lehet, hogy Pennsylvániában 2000 szavazat fog dönteni, vagy 800 szavazat fog dönteni Nevadában. Óriási jelentősége van. Nem beszélve arról, hogy Trump és Elon Musk viszonya, hogy akár az alelnökével nem volt sokszor felhőtlen, Adi Endre szavaival élve sokszor héjanász volt a zavaron. Nyugodtan mondhatjuk, hogy nem az elektromos autók legnagyobb barátja Donald Trump. Viszont demokratikusan azt mondja, hogy hagyj döntsük milyen, hogy belső égésű motorral akarunk menni, 5000 köbcentis kedilekkel, mint az elmúlt 60 évben, vagy pedig elektromos autóval. Emellett még azért hozzá kell tenni, hogy a Biden adminisztráció nulla infrastruktúrát épített ki, tehát konkrétan töltők nincsenek. Ennek ellenére messze a legnagyobb donor, messze a legnagyobb támogatója Trumpnak, Elon Musk. Ez érdekes, és azért Musknak volt egy elég erős politikai megnyilvánulása is ezen a rendezvényen. Ugye azt hiszem valahogy úgy fogalmazott, hogy ha az emberek nem szavaznak, ez lesz az utolsó választás. Ha jól láttam, jól követtem az interpretációkat, akkor valójában ő itt arra próbált meg utalni, hogy ezen a választáson, ha a demokraták győznek, akkor innentől kezdve, ha jól értettem, akkor a migráció miatt innen elmegy a lehetősége az amerikaiaknak arra, hogy befolyásolják a jövőt, meg a jövőjüket, mert hogy tágra fogják nyitni majd a kaput, és onnantól kezdve az Egyesült Államokat gyakorlatilag egy ilyen kényszerpályára teszik. Ez volt Musknak az üzenete, és ez mennyire, hogy is mondjam, mennyire hat a szavazó polgárokra az Egyesült Államokban? Ők hogyan interpretálják ezt? Ennyire vérre menőnek érzik a konfliktus? Mert minden amerikai elnökválasztás, mintha vérre menne, de hogy most már ilyen ekkorák a tétek, vagy csak kommunikációsan ekkorák a tétek? Nem csak kommunikációsan. Ennyire nem volt... Ilyen hangulat soha nem volt, ennyire fragmentált nem volt a társadalom. Én demokratáknak szoktam mondani, mielőtt arcon csapnak, hogy te most nem tudod, de jobban fogsz járni.
Tehát én mondtam baloldali liberális barátaimnak, hogy teljesen mindegy, hogy te most kire akarsz szavazni, a nap végén a következő 4 évben jobb lesz Orbán Viktor miatt. Tehát a Minnesota-i kormányzó, az alelnöknél például olyan szabály van, olyan jogszabály van, hogyha Mary úgy dönt, hogy John szeretne lenni, és akár a konzervatív szülők, vagy bárki azt mondja, hogy nem, bírósági felügyelet alá veszik a gyermeket, kifizetik a műtétet, ha meggondolja magát akkor is, elveszik a gyermeket a családtól. Tehát beszélhetünk külpolitikáról, egy olyan kulturális forradalom van, hogy a következő 4 évben teljesen megváltozna az Egyesült Államok, nem beszélve arról az óriási globális turbulenciáról. Október 7-én beszélünk, ma egy évvel ezelőtt borzalmas terrortámadás követett el Irán, egyébként szó szerint Irán, csak úgy hívja a szakirodalom, és most már a sajtó is, hogy proxikon keresztül, közvetítőn keresztül, a Hamaszon keresztül. Ezt mindig elmondja Trump, meg mindig el szokta mondani, hiszen békét teremtett a Közel-Keleten. Nem tudjuk, mi lesz az ukrán-orosz háború sorsa, hogyha a demokraták maradnak. De az biztos, hogy Trump tárgyalni fog. Mindenkivel, akivel kell, tárgyalni fog. 2023. októberében egy szűk társaságban mondtam, hogy a Gáza övezet után lesz egy háború északon, Libanonban, lesznek a huszik, megtanultam, hogy magyarul husziknak hívjuk őket, nem hutiknak, és előbb-utóbb elkerülhetetlen lesz egy közvetlen Irán-Izrael konfliktus. Mi történt a múlt héten? Pont akkor, amikor az elnökjelölti vita volt, 181 darab ballisztikus rakétával támadta Izraelt Irán, ami a világ történelemben egy óra alatt ennyi rakétát nem lőttek ki. Egyébként nincs olyan ország a világon, amelyiknek ennyi rakétája lenne mellesleg. Hála Istennek a vaskupola, a szövetségesek, Egyesült Királyság és az Egyesült Államok hajóiról is lőttek le rakétákat. Tehát ebben a helyzetben tényleg Trump kell, aki tárgyal és oda csap az asztalra, és megmondja a NATO-nak is, hogy mi fog történni. Nekem az egyik kedvenc beszélgetésem, többször megnéztem, egy 2018-as NATO csúcson egy szűk vacsoránál Stoltenberg és Trump, és Stoltenberg a kezét a combján tartva végig annyit mond, hogy igenis elnök úr, igenis elnök úr. Tehát nem fogja azt mondani, hogy 100 milliárd fog most bárhova menni, vagy 50 milliárd. Független attól a borzalmas árvíztől, ami a csodálatos magyar összefogásnak viszonylag napok alatt, hetek alatt elment. Az Egyesült Államokban évente házak tűnnek el. Floridában, Észak-Karolinában az elmúlt hetekben nem autót emelt fel a szél vagy a víz, utcák tűntek el. És megkérdezik az emberek, hogy hol fogok lakni, mert az illegális migránsok laknak ott, de volt olyan ember is, aki azt mondta, egyébként ez pont Trumpnak a tanácsadója volt, aki még az MCC-feszten is volt, hogy olyan kár, hogy nem ukránok, mert akkor biztos kapnának új házat. De nem csak a természeti katasztrófákról beszélek. Tehát rendbe kell tenni a gazdaságot is, és tényleg valóban tenni kell valamit az illegális migrációban. Azt mondja Kamala Harris, és azt mondja az alelnöke, hogy meg fogják oldani a középosztály problémáit. És erre mondja természetesen jogosan Trump elnökjelölt, alelnök jelöltje, hogy gyerekek, az elmúlt 3 évben akkor miért nem építettek lakást? Tehát érezhető, hogy vannak ígéretek, és nincs mögötte rekord, nincs mögötte tény. Amikor Trump volt az elnök, nem vonultak ki Afganisztánból. Az Ábrahám szerződéseknek köszönhetően történelmi békét kötött Egyiptom, már majdnem Szaúd-Arábia, Bahrein, Izrael-en. Ez is az egyik oka szerintem, magán véleményem a Hamasz támadásnak, mert senki nem beszélt már Palesztináról.
Tehát tényleg kell egy olyan amerikai vezető, aki a rend nélküli világrendben valamilyen rendet tesz. Ezt az óriási kulturális különbséget, ami nem csak az Egyesült Államokban van, szerintem Németországban még rosszabb, 4 év alatt nem lehet megoldani, de a vita után rögtön azt mondtam, hogy érezhető volt egy vidéki, kedves, aranyos bácsi, tanítóbácsi, aki kormányzó lett, de hogyha Trump nyer, akkor az Egyesült Államok 48. elnöke valószínű, hogy az ő alelnöke lesz. Ráadásul 40 éves. Míg a demokratáknál sincs ennyire fiatal, ennyire tehetséges politikus, mint G.D. Vance, aki egyébként hozta a formáját most is. Tehát folyamatosan beszél, pragmatikus, most kivételesen nem beszélt Orbán Viktorról és a magyar családpolitikáról, de az elmúlt évben többször a magyar családpolitikát hozta fel példának, ami szintén óriási probléma az Egyesült Államokban. Nem beszélve arról, hogy ártatlan gyermekek halnak meg az iskolákban a fegyvertartás miatt. A republikánusok, bocsánat, híresek arról, hogy akinek nincs fegyvere, az nem lehet amerikai. Azt mondják a republikánusok, hogy meg kell erősíteni az iskolákat, és igenis szakembereket, védelmi, biztonsági szakembereket kell betenni az iskolába, hogy elkerüljék ezt a problémát. Emellett soha nem volt ennyi mentális beteg az Egyesült Államokban, ezt pedig kezelni kell. Ezeket a problémákat azért 4 év alatt nem lehet megoldani. Az illegális migrációt azonnal. Egy béketárgyalást is nagyon gyorsan, tűzszünetet le lehet zárni. Washingtonban élek, István. Tehát tényleg férfi-nő bemehet egy helységbe, de van olyan, hogy a mosdóknál nincs semmi elválasztva. Az amerikai állampolgár, palesztin barát lefújhatja az amerikai szobrokat. Erre azt mondta Trump, hogy 10 év letöltendő büntetés. Tehát valamit el lehet kezdeni. Okay. Mindenki azt mondja, parancsol. Köszönöm. Örülök, hogy felhoztad a közel-keleti helyzetet, az Izrael és Irán közötti konfliktust, és ezzel zárnám meg, zárnánk a beszélgetésünket, méghozzá abból a szempontból, hogy ennek a hatása, az elnök választása, miben mérhető, van-e egyáltalán hatása, és a különböző egyik vagy másik oldalnak a jelöltjei hogyan kezelnek, vagy hogyan reagálnak erre a konfliktusra? Igyekszem mindent olvasni, a Politikótól a legliberálisabb újságokig, konzervat, mindenkinek meghallgatom a véleményét, de ez egyáltalán nem befolyásolja a saját véleményem. Mindenki azt mondja, hogy nem, szerintem igen. Egyrészt azért, mert a legújabb felmérések szerint az orosz-ukrán konfliktus 0,3-nél tart a lakosság érdeklődését tekintve, a közel-kelet pedig már 3%, ami már sok-sok millió embert jelent. De nem is ez a legizgalmasabb. Michigan szintén egy rendkívül fontos állam, ahol 2020-ban Joe Biden nyert. Michiganben él a legnagyobb muzulmán közösség. Az első muzulmán polgármester van. Tehát kibújt a kampány szögazsákból, és még amikor Biden volt az elnök jelölt, a demokraták támadták az Izrael politika miatt, mert ugyanaz a probléma, ami Nyugat-Európában, hogy már mérhető szavazati kapacitásuk van a muzulmánoknak. És szerintem lesz befolyása ennek. Kamala Harris nem úgy fogadta Izrael miniszterelnökét, Benjamin Netanyahut, hogy nem volt ott a történelmi beszédén a kongresszusban, hogy nehogy Michiganben szavazatokat vesszen, miközben a legnagyobb évtizedes stratégiai partnere Izraelnek az Egyesült Államok is most is támogatja. Amikor Irán most megtámadta Izraelt reggel 8-kor, Donald Trump papír nélkül szokásos módon elmondta a beszédét, Kamala Harris felolvasott egy statementet, egy írást, hogy ott volt a szituáció szobában,
mióta itt vagyok, így még nem állt Izrael ellen, de például az alelnöki vitában nagyon figyelt az alelnök jelölt, hogy úgy védje Izraelt, hogy közben ne bántsa az arab származású vagy muzulmán szavazópolgárokat. Szerintem van hatása. Lesz hatása. Akkor figyeljük ezt a hatást, Kis Rajmundnak az Egyesült Államokból. Köszönöm szépen, köszönjük szépen. Én köszönöm a lehetőséget, és várom a jövőjét. Köszönjük szépen a Mandiner nézőinek és hallgatóinak, hogy követtek, hallgattak bennünket. Ez volt az e-heti stratéga. Kövessenek, hallgassanak bennünket továbbra is. Most búcsúzik a házigazda, Póce István. Viszontlátásra, viszonthallásra.